Szia! Tudtad, hogy egy nagy leárazósak vannak most a sabba kistáska? Az energiaitalsz és ücsikre durrogtak a nagy akciók! Menjél nézd meg link a leóba csak! Ezt a videót a kaszinobonus.hu támogatta! 16 éven aluliak számára nem ajánlott. A mod nézőket pedig nagyon gratulációmat fogadja el most mindenki ő. Gratuláció, mod néző. Szia. És a hello mindenkinek el is indulunk. Hello. Szia Jokers. Szia öreg. Figyelj csak, egy kicsit fiszketek. Figyelj. Igen. Most amit mondok, ne akadj ki, jó? Miért? Mi történt? Van egy meglepibb számodra. Mert hogy nem fogsz neki örülni, ez nem a legjobb fajta, tudod? Ja, hogy ez egy olyan meglepetés, ami inkább rossz. Ami inkább rossz, így van. Mert mi? Mondtam, szóval, terhes vagy? Buzi vagy? Ha most bemész oda a nappaliba, Whisperton rajongó vagy? Figyelj, ha bemész a nappaliba, igen? Akkor ne lepődjél meg, jó? Akar valamit mondani, meg a cuccaért jött, mindjárt jövök, jó? Pillanat. Jó, szia. Szevaszori. Szevaszok. Hát te mit csinálsz itt, Tiziló? Hazajöttem. Na. Figyelj csak, nem vagy te lófasz, hogy hazajárjál. Erigyél kifele. Hát ez az én házam még mindig. Papír nincs róla. Jöttem a sorozatomat megnézni a tévében. Először is ez a televízió az én tévém. Úgyhogy ne nézegessed, jó? Nincs ráírva a neved. Hogy ne lenne, itt van. Nézd meg itt felül a sarokban a hátán. Ott van, hogy K.J. Öreg bácsi K.J. Jó? Szóval nézheted, de ki tudod bérelni ezeket. Csak nem az a neved. Figyelj csak, a fotelt is kibírod bérelni, a TB-t is, csak hát kaukciót kell letenni. Kiskezi csókolom. Barbara? Jó, Joker? Mi újságban, doktornő? Én is ezt kérdezem, drága jövendőbelim, hogy vagy? Én nagyon jó vagyok most, tudod? De viszont valomással tartozom. Igen? Kicsit arrébb tudnám menni? Bocsáss meg. El kell mondanom valamit. Igen? A Lajos anyját ismered, igaz? Igen. Rozit. Igen? Megpróbált megerőszakolni többszörösen. Tessék? Így van. Most is ott volt, le akart smárolni. Akkora nyelve van neki, mint a tehénnek, geci. 10 méter hosszú, mint a mesztelen csiga. Mint a polipkar. Érted? Jó, szóval jó, szeretném... Ezt majd el fogom intézni. Én szeretném, hogyha tudnád, hogy... Igen? Próbáltam ellenállni, de nagyon nehéz volt, mert ez a zsírtestű geci nagyon ki van testnevelve. Tudom, jobb most levág neked, világítasz egy hétig. Megtette? Micsoda? Azt mondtad az előbb, hogy csak meg akart. Most meg, meg akarta. Megtette? Meg akarta tenni. Azt mondtad, hogy nem tudtál ellenállni. Tudod, mit mondott még? Igen? Hogy a doktornő egy rohadt kurva, úgyis az enyém a faszod. Ilyeneket kiabált. Érted? És te odaadtad neki? Nem adtam oda neki, de lepogott engem, mert tudod? Sántít ez a sztori nekem, mert egyszer ezt mondod, egyszer azt. Én szerintem te ki akarsz bújni ez alól. Figyelj csak. Ez alól a frigy alól, de nem fogsz. De figyelj már, de dugulj már, mert most már tényleg felidegesítem. Légy szíves, ebben beszélj. Fölül sem az álladat? Öreg, figyelj már, nem akarom ezt a nagyon nagy lemúrt megszakítgatni. Semmi lemúr nincs. Öltözünk fel, mert... Be kell jelentkezni, aztán beszélgethetsz munka, de azért van, hogy ott beszélgess, érted? Ugye szingli vagyok. Szingli vagyok. Nem vagy az. Csak mondom, hogy szingli vagyok, nincs szerelmi háromszög. De ennek a doktornőnek bazdmeg akkora csiklója van, nem nyalni, mert szopni kell. Ezt állítom. Igen. Hát a 200-as szög. Te bajó vagy. Én abban nem. De te úgy hallottam, igen. Tiszteletem, jó napot kívánok. Tiszteletem, uram, mi a helyzet? Minden kerek? Ha? Így van minden. Dávid, köszépen. A doktornőhez jött, igaz? Így igaz. Rendben van, egy pillanat megnézem a dokumentumokat. Térfigyelő kamera úr? Így igaz. Szabad, nyugodtan. Itt van. Nem. Tessék parancsolni. Köszönöm szépen. Azt nem látom. Kiskezi csókolom. Jézusom, na, mekkora bocsánat. Picsa. Akkora pina van, telement a szemem pinával, bocsánat. Erre van valami gyógymód? Nem, meg vagyok, köszönöm, bocsánat, csak... Semmi az baj, a helyzet, csak tessék. Hogy a tollam leesett. Tessék helyet foglalni. Nekem meg az állam. Ide a kanyapéra kezi csókolom. Ide a székbe kényelmesebb lesz, kérem. Rendben. Jó, tetszik emlékezni a múltkori találkozásunkra. Hát sose tudnám elfelejteni magát. Jó, nem ennek kifejezetten őszintén. Örülök.
Átnéztem az eredményeket. Sajnos a múltkori meghallgatáson nem igazán adta azokat a válaszokat a kérdésekre, amik azt segítették volna elő, hogy alkalmasnak tudjuk nyilvánítani. Ezért hívtam be a munkáltatóján keresztül még egy kis meghallgatásra. Emlékszik, hogy kapott múltkor házi feladatot? Persze, meg is csináltam. Rendben. Esetleg tudja majd ismertetni nekem? Hát most azt gondolom, hogy nem. Három nem tudom, jó cselekedetet kellett gyűjteni. Így van, össze is gyűjtöttem, és tudja, hogy nem hármat, hanem ötöt. Jó, tudna mesélni nekem erről akkor elsőnek esetleg? Jó, így van, persze. Szóval szolgálatban voltam, este voltam, 11 óra fele, az volt az első, és három gyerek a negyedik barátját mond, kiabálták, hogy gyere, basszunk ki bele, én lefogom, leszopod. És el is kezdték ezt az egész történetet, és közbeléptem, tudja? És akkor megmentettem, ez volt az egyik, és utána még történt olyan, hogy ez ugyanazon az estén történt, hogy három darab nő sétált az utcán, és rájuk támadott egy szörnyű, félelmetes és nagyon csúnya lakótelepi szatír. Szatír? Így van, tudja mi az. Mutogatós bácsi? Így van, és volt alatta vagy 75 centis malájkolbász. Még én is ledöbbentem, pedig nincs mi szégyenkeznem. Kezi csókolom, és akkor oda mentem. Hentes volt az illető? Márhogy passz, tetszik érteni? Ja, értem. Kiugrottam az autóból, szaltó, pörgőrugás, minden hullám, breakdance, minden volt. Azt torkom vertem tenyérrel, azt megszédült, mint kezdőbuzi a gözbe, és elszaladt. Ez volt a második. Jó, ez a kettő ideig elfogadható egyébként. Így van. Utána a másnapi szolgálatban is történtek események. Az állatkertbe kellett kimennem, mert kígyómarás történt, két férfiről volt szó, és az egyiknek a péniszébe beleharapott a kígyó kezücsókolom, és akkor néztek rám, hogy mentsem meg. Én meg javasoltam a barátjának, hogy szívja ki a mérget. Ó, pedig kihívhattak volna engem is. Orvosként elláttam volna. Ja, értem. De hát ez nem volt orvos ott a környéken, és akkor ez volt a harmadik. A másik kettőről nem szívesen mesélek, mert ugye három volt a kötelező, szóval érti. Jó, én örülök ennek a háromnak, és annak is, hogy túl teljesített. Hogyha nem haragszik, akkor a beszélgetésünk előtt vennék le egy nyálmint, tehát a beszélgetésünk végén megnéznénk az eredményt. Fogyasztottam a alkoholt esetlegesen, vagy bármilyen tudatmódosító, kábítószert, vagy fájdalomcsillapítót? Hát semmit nem fogyasztok, kezicsókolom. Viszont annyit kérhetnék, hogy beleköpne a számba, mert semmi nyálam nincs, vattát köpök előtte. Hát az a helyzet, hogy nem szeretném ilyen kellemetlen módon elcsöpögtetni a nyálamat, de hogyha szeretné, akkor idehajolhatok ön fölé, hát ha esetleg a nyálmirigyek a szájába beindulnak. Hát bocsánat, ez jó kezdés, de nem, tehát ez jó indul, érzem is, de még nem elég. Esetleg egy kis a szoknyáját húzná, az belapantanék én nagyon szívesen, hogy meginduljon itt az étbágyam, hamar megjön. Tetszik érteni? Tényleg? Hát hogy a faszomban ne? Simán. Szóval akkor maga csak falja a nőket. Az biztos. Nem csoda, hogy a Barbara kolléganő ennyit foglalkozik önnel. Magának van ő párja, bocsánat. Nem, szingli vagyok. Akkor tegyük össze, amink van, én azt javaslom, és rögzítsük videófelvételem, mit szól? Egy másik alkalommal nagyon szívesen, viszont a falnak is vile van, és nagyon szeret hallgatózni, képzelj el a kint ülő asszisztensem. Múltkor rám tört. Nem baj az, legalább lesz egy jó napja neki is. Bevehetjük őtet is. Nem szabadja a hármas. Engem? Még a tízes se. Ennek kifejezetten örülök. Reméljük, hogy nem lesz következő alkalom, ahol ezt megejthetjük, de lehet, hogy egy másik időpontban, vagy egy másik helyen. Már direkt fogok hibázni, hogy újra itt ülhessek magában. Érti? Tényleg? Esküszöm, hát úgy kinyolnám pőpázni azonnal. Tudna nekem mesélni a szüleiről, az édesapjáról? Hát édesapám egy nagyon kemény ember volt nekem, tetszik tudni? Egy nagyon rapinált férfi volt. Ez mit jelent? Hát megmondom magának őszintén, nagyon ravasz volt, és mindig bőrszövet volt a pénbázon, mert bicikliben járt, tudja? Szóval egy nagyon kemény ember volt, vagy 4,5 méter magas, olyan volt, mint egy égi messzelő, tudja? A szóval volt a rúgása, mint a lónak. Édesanyám pedig egy gyönyörű asszon volt ő, és mindig háttal ment előre. Ez volt a mániája neki, tetszik tudni? Volt két szemem, egy óra.
Nem, úgy ment háttal, hogy közben nézett hátrafele. Komolyan mondom. És amikor nagyon ideges volt, akkor leereszkedett négy kézláb, azt úgy szaladt, mint egy kutya. És akkor, amikor úgy lement kutyába, mindig mondtam neki, mi van bele, kubasz? Vág az ideg. És akkor megharapott. Többször megharapott. Az édesanyja? Így van, megharapott engemet. Hogy érezte magát ilyenkor, amikor ezek megtörténtek? Szívig hatolt ez az érzés? Ez... Hú, még a szar is kiugrott belőlem, tetszik tudni. De szó szerint tényleg kiugrott. 50-es fémes dobozok hullottak kipele, és... De nem esett rosszul, ez jó volt nekem. Tisztelette. Jó. Ennek igazán örülök. Még annyit kérdeznék esetlegesen, hogy bármilyen függőség ez édesapjának volt-e? Hát erről nekem... Fogyasztott-e mértéktelen alkoholt? Nem. Csak a pinákat fogyasztotta, tudja? De azt nagy kodállal habzsolta befele. Hát nem. Képzeljél el, hogy mostában nagyon szűkös az állományunk, és annyira jó, hogy magával tudok beszélni, mert úgy érzem, hogy kötetlen közöttünk a kapcsolat, hogy bármit persze. Elmondhatok. Bármit. Tessen volt nemrég egy kollégánk, iszonyatosan szimpatikus volt. Már a múltkori emlésünkön is megemlítettem, hogy kísértetés hasonlása, mintha az ikertestvére lenne Dr. Locke-nak. Annyira csodálatos férfi volt, hogy az valami hihetetlen, és... Hát figyeljön, csak bármikor helyettesíted. Ha szóljon, ha kezelésre van szüksége, én jövök. Hát őszinte leszek, hogy már e-maileztem neki, mert a prémiumját is elfelejtett átvenni. Valami hatalmas családügyletek lehetnek, mert sehol nem érem utol. Hát sajnos, a pontos nevét megmondja, akkor előkerítem magának. Tényleg? Hát persze, utána nézek, kezücsókolom. Hát Dr. Longnak hívják a kedves fiatalembert. Jó, tényleg, meg fogom nézni akkor. Tényleg, megtennének? Hát hogy ne, bármit megteszek magának, szopok, nyalok, gombot varrok. Persze. Hát ezt én is viszonyzom, amint lehetőségem. Azt nagyon jó lenne. Nagyon szépen köszönöm, kis kezücsókolom. Én köszönöm, igazán örültem önnek. További kellemes csak napot is. Ha bármikor bizsereg valami, akkor tessen szólni, mert jön Hector a szűzoltó. Jó napot, uraim, tiszteletem, hello! Jó napot! Kívánunk! Jöjjön fel ide, speciális egység! Jöjjön fel! Jó, van, hallgass már, megyek már, Andi! Jézusom, hát itt kell fölmászni? Nem... Jó napot, hölgyek! Jó napot! Jó estét, uraim, bemutatkoznék! Rózi Maltó vagyok. Malacka. És jelöltem magam a polgármesteri helyre. Amivel szeretnék önöknek szolgálni, az nyilván elsősorban a nőket érinti. Munkanélküliségről csak annyit szeretnék mondani, hogy több pénzt kapnak nyilván a munkanélküliek. A gyerekes szülők is több pénzt fognak kapni, szeretnék anyaszállót nyitni, szeretnék hajléktalan szállót is nyitni. Szavazzatok Rózira! Rózi! Ez a szégyen nem apolám, malacka. Kérdek a nők! Üdvözlöm a Fanzone nézőket, Kéti vagyok, és itt el mellettem Rózi polgármester jelölt asszony, aki nagy népszerűségnek örvend. Kedves Rózi! Milyen jó hangja van! Legyen szíves ismertetni a nézőkkel városfejlesztési terveit. Tisztelettel kérdést tehetnék fönn magának? Politikába kapcsolatban? Hát ez most jelenleg szerintem nem az. Itt hát de muszáj, sajnos, kérdez. Mert ugyanis a piát, az maga neveli. Tud valamit a piáról? Már hogy így előadja magát itt. Aha. Igen, maga nem elég? Az elmúlt években végig? Nagy fiú már. Nem, sajnos nem igaz. De ez most nem ide tartozik. Itt a lényegre kell, itt prédikálja maga itt a nagy borokat, az vizeket, meg borokat. Érti? Mit gondolsz elő, Joker kollega? Igen, szeretném megkérdezni, hogy milyen lépéseket tervez a nők elnyomása elleni intézkedések részeként. Na, halljuk, erre én is kíváncsi vagyok. Így van, én is nagyon. Hát, az hát igazság szerint szeretném, hogy több jogot kapnának a nők. És a felnyomás? Ugye? A smafu? Erőszakmentes munkahelyeket. A Lajossal kéne. Ugye a Lajos kurbálkodott, híd alatt lakott hajléktalanként. Erről vannak dokumentációk, hogy ő előadja izét, hogy gyerekek meg izéhozé, az csöbes volt a pia. Rablásé, minden szaré, szatírkodásé. A Lalit úgy kell rávenni, tudod, hogy mit szólnál hozzá, hogyha bekameráznánk az autót, meg így beteszek egy-két poloskát a kocsiba? Nekem megvan a felvétel, mikor leszopta a passzomat kocsiba. A Lali? Igen. Megerőszakolt, nem emlékszel? Két éve ez még nagyon régen volt, hát és akkor mi van? Igen, de még mit szólsz ahhoz, tudod, mondta itt, hogy jaj, a nagy anya, meg a védőszent az anyáknak, meg passzom tudja, az ő fia, hát meg így családúj.
A retkes kurvája azt se tudja, hogy mit csinált a fia addig két évig, érted? Mi vakartuk ki a geciből, mindig szó szerint néha. Megbassza a disznót, arról rendőrségi megbassza a disznót, de tudod mit kéne? Halálra a saját fia mondja ezeket ki, ezért bekamerázzuk a kocsit pluszba. Tudod, most megyünk valahol, majd elkezdjük mondani, hogy jaj Lalikám, milyen jó, hogy együtt vagyunk két éve, hogy anyád nem foglalkozott veled, meg olyan hülye, hogy is azt mondani, hogy hát igen, igen, érted így? Úristen, hol van itt a Lali? Úgy dadó. De ős ilyen. Ja, te dadok te? Én voltam. Én voltam. Nagyon élethű volt Joker. Lehet csak hangfelvételként csinálni. Tiszta jól előadod. Hát esküszöm, azt hittem itt van. Kapapok. Az is lehet, csak akkor kell hozzá valaki, aki jól összetudja a hangszínünket. Azt húzni. A büdös mocskos, rogyba tekert, lerúgott, szanaszét baszott, salakmotoros, körbelábú, agyonhugyozott, lapátfejű, kurva eget. Érted? Szóval, érted, ez a lényeg. Vágod? Öreg, haló! Dik öreg, felfordult a szemed, itt vagy! Transzbe esett megint öreg! Öreg. Látom, ja, eskövetkezik, vagy valami alternatív. Ezt a vezét. Összetört el a lányunk szívét. Figyelj most csak. Azonnal menj fel és kérd tőle bocsánatot. Neked kéne bocsánatot kérni, ami meg akartad vásárolni a szerelmemet. Te mocskos a lábaló. Mondd el neki az igazat. Mondd el neki az igazat, amit... Hát föl kéne menni, hát fölmegyek, hát én úgy fölmegyek, mint a szél. Nyisd már ki az ajtót, fiam. Ne basszál föl. Hol? Hát nyisd ki az ajtót, be van zárva. Te most... Hát nyitva van! Hát zárva van... Ja. Hol van? Várj egy picit, hogy gondolkodja. Figyelj csak! Itt vagyok! Szia! Miért sírsz? Mert a puci nem akarja. Figyelj csak! Az apád de egy mocskos szemétláda. Tudod, na jó, gyere, ilyen. Most kiterítem. Gyere, elmondom mi volt. Jó. De légy szíves... Szeretném, hogyha maximális bizalommal fordulnál felém, jó? Jó, menjünk be a szobába. Ez a szobád? Igen. Na, jó nagy csicska, lenni különbet szarok, érted? Nálam én hordozlak a tenyeremben. Jó, figyelj, igen, tudom. Elmondom, mit mondott apád, de hidd el, hogy csak az igazat mondom. Rendben? Jó. Leült mellém, a combomat végsimította, és azt Micsoda? Mondta... Még simított a combomat, ne hitetlenkedjél. Mondom, mit akarsz, öreg? És akkor azt mondta, hogy nagyon szexi férfi vagy, Hector. Bárcsak megnyálaszthatnám a pernádat. Mondom, hátrább a zagorokkal buzi virág, mert fölütöm az állad a gyászba. Nincs itt buzulás, testvérem. Itt kijáratok vannak csak. És akkor azt mondta, hogy így csinált a nyelvivel. Olalalala. Azt mondja, szopnám a gyíkod. Mondom, pékezd magad? Csicskapapont levágtam neki, pőborult. Fölugrott. És már kinyílt a szája, neki megnőtt, így csinált. Ááá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 
Hát buzi bezsér! Homlokon rúgtam, megtorpant a köcsög! Érted? Le akarta tépted a drágomat! Az a mocskos szatír, és akkor mondtam neki, hogy álljunk meg, időt kértem, és azt mondta, hogy nehogy elmondjam ezt neked, de nem bírt magába, mert nagyon megkívánt engemet. Mondom, jó, mondom, figyelj ide te, te homokláda, te gecigránát, te pasztorlasz, te szopópantom, te csicskazsák, te pasztemető, te paszzabáló. Így mondtam, soroltam föl neki, még azt is mondtam neki, hogy te pasznyelő terminátor. Te szopó automata 2000, te mocskos szemétláda, ilyeneket mondtam neki, és egy érezt láttam, hogy fölállt a bimbója. De meg kiállt neki vagy 40 centire. Apádnak olyan bimbója van, öcsém, mint egy 200-as szög. Szuttad? Tudom, tőlem örököltem. Undorító. Én a spagetti tészta. És akkor mondta, hogy tulajdonképpen, hogy fizetne nekem, ha elhagynálak, és vele basznék tovább. Mondtam, hogy nem vagyok buzi, verébarsz. Nem látod, hogy full hetero vagyok, hogy szík ki a zsákom. Érted? Szóval ez történt. Szóval szeretném, ha értékelnéd az őszinteségemet, és... Értékelem, és tudod, mi jutott eszembe? Hogy szökjünk el most, és házasodjunk össze. Hátrébb az a gorakkal. Azért az antik... És pár... tudod mit? Picit pár... Tény magad évázod a kanapén. Jó, azért figyelj, fékezzük. Nem, nem akarok várni. Hát jó, én sok mindent akarok. Tudod, mit csináljunk? Tudod, mi lenne az igazi kibaszás? Igen, tudom. Gyere! Most mondom, hogy fékezz magad, de... Te állj nem le! Akarom. Házasság előtt nincs szex, figyelj! Az sokkal nagyobb kibaszást tudok.
összeszedjük az antik képeket és a vagyontárgyakat. És ezt mind bedobjuk a kocsimba. Igen, de előtte minden szekrény mögé odaszarunk egyet. Érted? De most nem kell kakantanom. Hát akkor erőltesd meg magad, bazd meg. Összeszarjuk az egész házat. Elkösöm a falat. És nem tudja a sok köcsök, hogy honnan jön a szarszag. Értesz? Na, szedjed lepel az antik képeket, ne pucérkodjál itt. Nem egy pornóforgatáson vagy. Mert pofán baszlak. Figyelj csak, fújt ki az orrodat, mert bazd meg arcüreg gyulladásod lesz. Nem fog veled nyelvezni, te baktérium telep. Jó? Jó. Légy szíves, szedd össze magadat és az értéktárgyakat. Addig beszélek apádékkal. Jó napot kívánok! Próbálkozik. Kiskezű csókolom. Mi a probléma itt? Mi ez a feszültség? Meg vagy feszülve, haver, mint Jézus a kereszten. Mi a problémád? Bocsánat, én nyílt lapokkal játszok. Miben segíthetek? Aggódom a lányokért. Na jó van, de tudja, hogy mi van a sok aggódással? Tudja, igaz? Aki sokat aggódik, annak egy lópasz megy a seggibe. Most maga is hogy ezt beszél? Akarja? Bár. Mi ez a bőrönt? Hova készülsz? Elmegyünk! Így van! Micsoda? Most itt egy a vége, kitagadjuk magát. Elmesélte, hogy mit csináltál vele. Így van, így van. Én. Elmondtam mindent. Igen. Mondd el neki az igazat. Az igazat szóltam. Az igazat, amit a nappaliban mondtál, hogy egy zsák pénzért szakítanál vele. Ugyan már ezt de most látod megint apád, ez az Andersen, te piam. Drágám, fejezd be. Úgy kérdez. Mesél, mint a gép. Mondd el, lányom, hogy sikerült neki a bizalmadba férkőzni? Mindent megtesz, értem. Így van. És azt nézi, ami nekem jó. Így van. A tenyeré hordoz. Így van, ott is, néha ott is, na, tenyeremen is, itt ott. Így van. És új életet kezdünk együtt. Lüsszi, ezt meg kéne beszélni. Ezt ja, már megbeszéltük. Szeretném, ha tudnád, és szerettem mondom, hogy megbasszam a lányát. Érti? Még egyszer, hogy micsoda? Mondom, ez még egy naka. Megbasszam a lányát, mondom. Ez hazugság, ugye először? De tudja, mi a durva? Ha megtette, micsoda? Akkor elmehetünk. Hogy még a feleségét is. Micsoda? Ez az igazság. Drágám. Anyám. Hát ez igaz? Így van, megerőszakolt ezen anyát. Vajon szint? Étellel rohadt égi beszelő. Viki kurva, így volt, megerőszakolt, bocsánat, anyu, jobb, ha megyünk, így van, gyerünk, nyitom az ajtót, hazudik, menjünk, az a ennyi. WC, ja, szarnom az kell, bocsánat, ezt elfelejt, van kutyájuk? Nincs. Akkor macskájuk? Van. Azt is megbasztam, jobb, ha tudja, és összepasszoztam fönt az emeleten az összes kilincset. Úgyhogy ezután mindenhol szembe megyek magában. Maga nagyon szimpatikus nekem, mert ekkora nőt még nem baszott a világ. Érti? Hát maga hány centi? 175. Hát annál biztos nagyobb. Van az 275 is. Jó. Tessen mondani itt, mit ér meg magának, hogy a lányában ne vigyem el a lányát? Rengeteg hacsony pénzünk van. Hát most nem a pénzről beszélek én. Tetszik érteni? Mit szeretne? Hát most azt, hogy mit szeretnék, az mindegy. Mi fér bele? Anyuskám. Megpopoznál fél szemét egy kicsit? Ha? Nyíltan kell beszélni. Csöcsvillantás, ilyenek. Nem elég Lüsszi magának. Dehogy nem. De hát tudja, hogy van ez. Jóba kell lenni a családdal. Jó, lehet erről szó. Mindent a lányomért. Így van, így van. Jó van. Akkor ezt majd megbeszéljük, rendben? Akkor most megpályozom, hogy maradjunk itt. Aztán készíts elő a mesztelencsigát, mert jön a papa. Na jó van. Most már elég legyen, jó? Most volt ebből elég. Eked nem fontos az, hogy én boldog legyek, csak az, hogy itthon legyek, meg hozzam a pénzt. Most nézem, hát, hogy... Hát itt nagyon recseg ez a parketta, hát. Hát rendes nyikorog. Ki kéne snajdolni. Figyelj csak, én ehhez is értök a parkettázáshoz. Látod, hogy milyen jó mindenben? Így van. Kis nejdolom, 2 perc alatt. Szeretlek, lányom, de én ezt nem tudom elfogadni. Akkor most mi lesz? Elköltözöl? Jaj, ne! Na mindegy, már össze is pakoltunk neked. Kösz, hogy itt pontál. Nyílik az utcaajtó, a házat pedig akkor belakjuk. Mit gondol, a saját lakásomból ki akar engem rakni? Na. Ez az én lakásom. Azért valljuk be, hogy a gyerekeké mindent. Így van, családalapítás. Nézze már meg, akkor a csöcsei vannak, mindjárt szétdurran. Tele van tejjel, hát ki kell szopni belőle. Hát egy kis házban nem lehet kiszopni egy ilyen csöcst. Nagy ház kell. Tudod? Szóval légy szíves, nézzetek egy albérletet. Rendben? Mert... Természetesen. Köszönjük. Na jó, állj, elég, ebből nem. Elég legyen. Kérlek, fönn van a bőröndön, menjél föl érte. Hozom és is. És hozzá, addig beszélek anyujékkal. Rendben. Nekem így ezek van. A kedvenc jeleneteim, bazd meg. Ezek a legjobbak, ez a családos. Ezek hatalmasak. Öreg, haló! Öreg! Szia, Mizu.
Felakadt a szemed, mi a fasz van veled? Nem, azért mostanában megmondom, mentális problémákkal küzdök. Bazd meg, öreg, én engem amúgy tényleg izi, sokkol ez az állapot engem is, amiben most te vagy. Hát most ne is van. Érted, ez a hülye izé, dagad geci, átveszi a hatalmat. Fú, hát amúgy még hozzátéve az állapotot, az el kéne menni kivizsgáltatni téged, mert így egyszer mit fogsz meghalni a geci. Á, nem, szevasztok ti! Transzba esek! Szevasz fel! Szevasz, mit csináltok itt hátul? Na, ugye elmondom mi van, kijöttünk cigarettázni, mert így a faszunk ki van mindenkivel egyrészt, másrészt meg van egy ötletünk az öreggel, és kéne, hogy támogassál, meg segítsen. Hát én támogatlak, anyagilag is. Egyetértek. Anyagilag is. Ez már más mese. Mi az a füst, fel? Ez meg mi a faszom? Én a faszom köreg! Hát itt meg mi a rocskos passz történt? Joker megint nem... Joker megint nem nyomtad el a cigit, mi? Hülye vagy? Te normális vagy, Yusuf? Mi a faszom? Te voltál, ha? Jaj, baszd meg, nem figyeltem, basszátok meg a hangot. Hóki, hívd már a tűzoltókat, normális vagy? Ugye, ilyen csak így mondtál. Jó, csak nem a kedvenc autód, öreg. Ugye, holokauszt be fog köszönteni, csak most mondom neked, érted? Ugye, csak. De mi a faszomat csinálsz, Yusuf, te normális vagy? Szerinted mi a faszomat? Hát mi közön van? Adtam a millió dollárokat kölcsön, azt sehol semmi. Ja jó, és kinek adtad kölcsön, buzi gyerek? Ja, gecit érdekel, azt nem az én pénzem. Joker, ha gyerben ez... ne pofázzál bele, mert nem te vagyok a kezdet. De figyelj el csak, hogyha barátomnak baja esik, érted? Nincs kezesség. Hívtam a tűzoltókat, öri. Na, nem teszem el a fegyvert. Itt most pénzről van szó. Szopod a paszt. Normális, aha, hogy főgyújtod a házamat. Még neked áll feljebb, azok után. Te a Lajos tartozik, neked nem ért, te szopos valasz. Mehet itt a jópofizás meg minden, de megmondtam. Nem adjátok vissza a lóvét, a ház is föl lesz gyújtva. Aha. Tényleg? Meg tudom, hogy hol laksz, még egy picsáját, van, érted? Normális vagy? Jó, nem sok időtök van. Igen, neked sem. A jó modalomnak köszönhetően kapsz egy percet, hogy beülj az autóbusz, eltakarodj innen a jó kurva anyádba, érted? Ezt a Lajossal beszéld meg, ne belem, te csöves. Akkor szóljál neki, hogy kerestem, jó? Nem tudom, most is merre fele bújtál. De mi a passzom, én kell gyújtogatni? Mi vagy te itten, ha? Mi ez a breddulti itt? Normális vagy? Hát de ne itt jelezzi, a Lajosnak jelezzi, jó? Nem a BKV, hogy leszállás előtt jelezni kell. Legközelebb a szobáját gyújtom föl. Hát jó. Ne, az már nem az ő szobája, mert ez már az én házam. Most már faszom tele van tényleg, tele szalak. Szóval Yusufot is el kéne kapálni. Szorul itt a hurok, meg jönnek a felhők jobbra-balra. Nem vagyok egy agynepszilárd, de ezt már így is látom. Sötét felhők vannak. Nézd meg, mi lett a kocsitból. Faszomat jön bele. Történt személyi sírülés? Nem történt, uram, nem történt. De arra megjöttünk és azt láttuk csak, hogy ég az autó. Én füstmérgezést kaptam. Akkor mentőcségeket fogunk hívni magához. Nem kell, nem kell, csak engemből kárpótosítani kell. Azt sajnos nem fogjuk tudni megcsinálni. Az önkormányzatnál tud bejelentést tenni az ügyben, fogunk adni majd egy kárszámot, jó? Azt én is tudok kárszámot, azt írom neki. Itt kell aláírni, ugye? Benyalnék, összeszavarná magát tiszteletek. Aláírom, öreg, jó helyette! Beszerzom, hogy nekem. Te tudsz potot készíteni, úgyhogy elküldöd nekem? Én meg a doki... Dokinak? Hogy neked küldjek fényképet rólad? Teljes alakosat? Vagy a doktordőnek elküldöd? Megvan a száma? Akkor pózolok nekem egy-kettőt. Nincs meg sajnos. Megadod, elküldöm. Ezt meg tudnád örökíteni? Meg, de mi, hogy hátrafele nézel, úgy legyen. Várjál, most ezen gondolkodok. Mi legyen a háttér? Legyen egy kandalló, az mindig szexi, figyel. Így-e? Meg tudod lőni? Ez lesz az. Nyomtam. Jó, nézzük meg ezt. Ez kicsit huncut. Nézd meg a lyukamat. Látszik így a lyukam? Hallod, Erik, mi lenne, ha így befeküdni, figyelj, így. Megvan a kép, megvan. Jó, ez? El mit szóltok? Ezt majd küldd el neki, és mondja azt, hogy viszél, tartóztasson le, meg értsd. Jó, figyelj, ezt el kell küldeni. Amit tudok, jó? Jó, köszi. El is durrantottam neki. Hát most kíváncsi vagyok, hogy mit sikerült, fog. Sikerült, elküldted neki? Aha. Én bemegyek a szobámba, mindjárt jövök, lehet ledülök egy kicsit aludni, jó? Na, de miért, Joker? Hát mert szünet van, az kicsit elálmosodtam így, jó? Póki egy cigarettába kínálj, mert meg akkorát lebaszok, hogy összeszarod magad. Jó, van, milyen popátlan dolog ez, érted? Igen, öreg, éppen fekszek lealudni. Ja, igen? Akkor jó éjszakát. Igen. Nézd meg, az én éjjeliszekrényén nincsen valami. Most figyelj már, öreg. Igen? Ott van ott az asztal, látod? Zsebkendő, pityeg. Aha. Na megint, látod már megint? Joker úgy beri a passzát, bazza, mint az inger. Passzverő világbajnok, érted? De pillanat még is mondani. Soha nem láttam még nőből, amúgy te láttad már? Nem. Megmondom őszintén. Szerintem ez még nem látszott, Pinát. Látod, ja, ilyen beteg világot élünk, bazza meg. Mielőtt elkezdi ráöl a kezére, érted? Popámról leég a bőr. Nem úgy igen, mintha idegen kéz lenne.
Ilyen világot élünk, érted? Na jó, de megyek a WC-re, mert mindjárt összecsinálom magam, ha megbocsátasz. Jó, megyek én is aludni a passzomba. Jó van. Elnézést, Joker! Jézusom! Ja, te mit csinál? Nem azok azért jöttem be, mert egy palaki csámcsok mondani akartam, hogy új a padlószőnyeg, itt ne zabáljon senki. Menjetek már ki, légy színes! Itt mered a passzodat? Nem vertem a passzom önre. Hát dehogy nem. Mi volt ez a csámcsogás? Fel is húzom a slitszem. Ja, semmi. Ezért chipset ettem, képzeld el. Igen, a geci meg már kibarta a szék alatt a szőnyeget. Ahol kikám, inkább te intéz a dolgodat, jó? Jó, mert te meg mit irítjátszó ki? Fész rossz, hogy kárba ment, vagy mi? És most vége lesz a streamnek, köszönöm a nézőknek. Csók a család, minden, holnap találkozunk délután 5-től ugyanitt, illetve este 8-tól pedig a szoki Twitchen. Csók és puszi, hello, szia, hello.